Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy a sullevel.ru weboldalról hogyan tudtok egyszerűen szavás mintákat vásárolni. Úgyhogy ehhez először is a Google keresőbe írjátok be, hogy sullevel.ru, úgyhogy erre az oldalra fog vinni benneteket a kereső. Majd itt a fő oldalon már egyből látszik is, hogy a nemzetközi vásárlások esetén mi is a teendő. Tehát itt fölhívja a figyelmünket az oldal, hogy mindenféleképpen kettő darab szabás mintát kell vásárolnunk, csak akkor fogja elfogadni az oldal fizetésnél a kártyánkat, úgyhogy ez a minimum rendelés. Ezután kitöltjük az adatainkkal a részeket, illetve bejelöljük ezt a Prodamus fizetési lehetőséget. Ez lesz az, ami a nemzetközi kártyákat elfogadtatja. Utána fontos lesz, hogy ezt a kis zöld gombot, tehát a külföldi kártyákat kell majd bejelölnünk, ezt majd úgy is látjátok fizetéskor, és akkor ott kell majd kiválasztani ezt a Visa Mastercard feliratos kis gombot, erre kell kattintani, hogy a fizetés létrejöhessen. Jó, és akkor itt a végén még megmutatja, hogy a, hova hogy kell kitölteni a kártya adatait, és igazából ennyi. De akkor most nézzük lépésről lépésre, hogy hogyan is működik a folyamat. Tehát miután megnyitottuk az oldalt, nagyon fontos lesz, hogy létre kell hoznunk egy profilt, ezt ezzel a gombbal tudjátok elvégezni, és lefordítom magyarra az oldalt. És ez azért lesz fontos, mert a szabásmintákat, a megvásárolt szabásmintákat ide fogja elmenteni majd a rendszer. Úgyhogy itt egy e-mail címmel, illetve egy jelszóval tudtok regisztrálni. Miután a regisztráció megtörtént, kezdődhet is a vásárlás, úgyhogy kiválasztom azt a szabásmintát, ami nekem tetszik. Itt nagyon fontos lesz, hogy a táblázatot vásárlás előtt mindenféleképpen nézzétek meg, mert az orosz Szabás minták konfekció méretei eltérnek az Európaitól, úgyhogy erre ezt mindenféleképpen ellenőrizzétek, ezután kiválasztom a magasságomnak, megfelelő kategóriát, majd a kosárba teszem a szabás mintát, és kiválasztom ugye a második szabásmintámat is, mert minimum kettő mintának kell lenni a kosárban ahhoz, hogy a fizetés az létrejöjjön. Úgyhogy megyek, és az ízlésemnek megfelelően kiválasztom a második szabás mintát, ahol ugyanez lesz a menet, tehát rákattintok a ruhára, kiválasztom a méretemet, kiválasztom a magasságomat, és beteszem a szabás mintát a kosárba. Miután a termékeket a kosárba helyeztem, rákattintok a rendei gombra, amit így magyarul rendeinek fordított le a Google, és itt a következő oldalon kitöltöm az adataimmal a részeket, és nagyon fontos, hogy a Prodamus fizetési lehetőségre kattintok, mert ez lesz az, ami a nemzetközi kártyákat elfogadtatja. Ezután a rendszer automatikusan a fizetési oldalra fog vezetni minket, és itt nagyon fontos lesz, hogy fordítsátok le az oldalt a Google-el, és itt a külföldi kártyák gombra kell rákattintani, majd ezután az első kis téglalapot kell megjelölnünk, mert ez az, ahol az usa Ukrajnán és Oroszországon kívül az összes többi ország kártyáját elfogadja a rendszer, úgyhogy ezt bejelöltem, és akkor ezután pedig a megfelelő kártya adataival kitöltitek a részeket, és megtörténik a fizetés. Ezután visszamegyek a főoldalra, és belépek a profilomba, ahol a minták fűrre kattintva meg is fogom találni a szabásmintákat, és itt a az összevarási instrukciókon kívül megkapom a plotteres formát, illetve az A4-es formátumot is, amit otthoni nyomtatóval ki lehet nyomtatni. Szóval így tudtok erről az oldalról szabás mintákat vásárolni, az oldalhoz a linket a leírásban megtaláljátok, és mindenkinek jó shoppingot kívánok!